Körmendi konyhájában Kádár Tamás a következő vendég, akitől mindenki ingyen jegyet akar koldulni. Te kértél már Szigetre ingyen jegyet? Hát én csak tőled, de szerintem az tőle volt. Szerintem az is tőle volt. Nehéz leépíteni az ingyen élőket? Amikor a céghez kerültem, akkor volt egy olyan félelmem, hogy ezzel elvesztem a barátaimat, akik felhívnak ilyenkor, hogy és akkor húztam egy vonalat, hogy az a szemét iPhone, ez ugye mindig kírja, hogy az előző üzenetet az illetőtől mikor kaptad. És amikor kerek 365 nap telt az előző, na Mizu, hogy vagy, meg, tehát akkor éreztem, hogy ez az a csoport, ahol nyugodtan lehet az ember egyel keményebb, hogy nem annyira jó barát, aki csak évente egyszer ír, és nem a szülinapodon, de ez egy hosszú folyamat. Azt mondják, hogy ti Orbán Ráhel cége vagytok, és annyit nyertek, amennyit a Fidesz kormány. Ez igaz-e? Nem, mindig van városi legenda, meg összeesküvés elmélet. Ugye ezek azért jók, mert nehéz őket cáfolni, nem igaz egyébként, tehát itt a cáfolat. Kádár Tamás a vendégem, vele fogunk majd készíteni egy marhapörköltet. És kezdjük is. Valóban sok lesz a három hagyma egy kiló húshoz, mert ez a három hagyma ráadásul jó, így demokratikus. Jó nagy hagyma. Én arra volnék kíváncsi, hogy a melyik évben, melyik országból van a legtöbb vendég. Ugye ezt lehet hallani, hogy most éppen a franciák, most éppen a hollandok, hát most nem tudom, kicsodák, az mitől függ? Sok-sok évig a hollandok voltak a vezető piacon, részben annak is köszönhető, hogy a nagyon aranyos történet, hogy megjelent egyszer egy nagy, magas, kopasz ember akkor még a Gerendainak, meg a Takácsnak az irodájába, és azt mondta, hogy hát ő idejött így a haverjaival megnézni ezt a fesztivált, tök jó, hogy ő ezt árulná Hollandiába. Neki akkor egy kocsmája volt egyébként. És akkor mondták neki, hogy haver, tök jó, de hogy fizes ki előre a jegyeket, mert bizongerjesztő volt. Hiszünk neked, de pénzt adjál. Jobb a békesség. És akkor mondta, hogy jó, akkor venne 100 bérletet. És akkor vett 100 bérletet, kifizette, és visszajött, hogy kéne még neki még 100. Ez volt, hogy elindult 200 bérlettel az első évben, és hát mit tudom én, 2018-ban volt itt 16 ezer holland. Tamás, te mennyire vagy konyhai csávó? Amikor a szüleim elváltak, akkor egy darabig főztem apámra. De nem volt benne köszönet. És anyukát a mostát? Nem, hát úgy volt, hogy én apámmal maradtam. Ja, hogy úgy? Ja, hogy azért? És akkor ugye ő nem volt annyira a házi munkával otthon. Én se egyébként, de úgy osztottuk le a feladatokat, hogy nekem jutott a házi munka, ő meg dolgozott. Rámegyük az meg? Nem, bocsánat, én csak visszavettem, de ez olyan, mintha én azt... De szerintem tehát, lassan rá... Hát, nem? De én ki fogom menni a szalonnál belőle. Miért? Mert én hülye vagyok. Nem szereted, ha benne van a szalonnál? Nem. Most már az a sztori, hogy a megpörköljük, tehát ettől lesz a pörkölt pörkölt. Az a becsüket. Elhúzom a tűz helyett, nekem az nem áll semmi. Várj, most várj meg, amíg ezeket még az összes többit, amit belejtek. És akkor a végén egy külön snitben elhúzom a tűz helyett. És akkor most megy majd fehéredésig, ugye? Aha. Egy operatőr ezzel mit tud csinálni, hogyha húzogatom a tűz helyet? Azt, hogy a sziget, annak van jelentősége? Tehát az, hogy fél sziget lenne, vagy nem tudom. Volt fél sziget. Valami. Volt fél sziget? Erdélyben volt egy fél sziget fesztivál, ami egy fél szigeten volt. Fölmerült igen, hogy ezt a külföldiek nem értik, meg stb., de szerintem ez jelen pillanatban az a magyar szó, amit a legtöbben tudnak. Európában. Hát régen az volt, hogy Gulyás, Puskás, meg a Rubik kocka. A Rubik az még most is nyilván nagyon megy. A Rubik még mindig megy. Lassan a Gulyást szerintem megelőzi. Meg Puskást is. És lassan a Puskást is. Volt olyan pillanat, amikor megbántad ezt az egészet, hogy te elkezdtél a Szigettel így CEO-ként dolgozni? Hát megbánni nem bántam meg soha, de nyilván ez az év azért egy nehéz év volt minden szempontból.
Bocsánat, itt egy fogkefe, ez itt Loki, ez egyébként a lakásnak a széria felszerelése. Igen, ezt láttam, hogy vigyázni kell. Igen, ha ezt elhúzom, elhiszed, hogy lesz mögötte piros paprika, amit majd mindjárt bele kell tenni. Én elhiszem. Elhiszed? Abszolút. Jó, úgy is van. Lehet bele? Kérem. Nem azért mondom, de egyre jobban néz ki. Most egy kicsit elkanyarodva ettől a szigetes dologtól. Gyerekkorodban te nem buszvezető, vagy kamionsofőr, vagy plasztikai sebész akartál lenni? Az első nagy vágyom az az volt, hogy színész legyek. Na hát. Aztán rendező szerettem volna lenni. De akkor kiköltöztünk Németországba, és ott nem voltak meg a nyelvi háttér ezekhez a dolgokhoz. Akkor akartam rendező lenni, amikor rájöttem, hogy nem lennék jó színész. Szerinted? Szerintem teljesen jó. Jól állok? Hozok egy fedőt. Kis vizet hozzá kell önteni, nem? Legyünk elegánsak, jó? Van pohár? Nem, van szigetes, hogy hívják. Ja, a repohár. A repohár. De hát akkor nem, még az lehet, hogy pont nem ez az elegancia, de... Öblítsük itt, tehát de így azért próbáljuk meg. Tehát most éppen az a vendég van a stúdióban, ahol illik ebbe a pohárból. De bizonyítja, hogy nem lett belőle műanyag szemét. Igen. Kösz. Na, most akkor elviszük Fügének, aki majd az egyik főkóstolónk lesz. Természetesen Dodon kívül, aki dohányzik. Szevasz, Dodó. Ja. És itt lemegyünk. Itt? Igen. Szavasz, Füge. Róla beszéltem. Hol lehet? Szerinted úgy bárhol. Gyere, bárhol. Szerintem itt... Várjál, mindjárt megeszi. Várjál, letesszük. Itt túl sok neki az új ember. Na, gyere, Füge. Gyere. Megkóstolod? Nem vitatkozik. Az legyen az én. Van még egy? Van, persze. Annyira működik minden, mint egy új éttermet szeretnénk nyitni. Bár ehhez az szerintem kevés. Valószínűleg igen. Igen, ez kurva lesz. Nem tudom, arra, hogy milyen lesz, de ez jó lesz. Hát mindenki saját sikerének pogácsa. Hagyott sátrakat meghirdetitek a kalács tárgyak osztályán? Az ott hagyott sátrakat a Máltai Szeretett Szolgálata együtt begyűjtjük, és ők felhasználják a működésük során. Egyébként az egyik legnagyobb környezetvédelmi probléma az ott hagyott sátor, mert több méterben iszonyú mennyiségű. Ezt összeszedjük, csak ugye nagyon sok használhatatlan van közte, és ez... Hogy azért adják volna. Igen. Aha. Ez biztos, hogy így van? Igen. Én szerintem ez fasza lesz. Hát igen, és ahogy ez besűrűsödik, az szerintem a marhahús is meg fog puhulni. Igen, célegyenes. Akármelyik vágóhídról való, az meg fog puhulni. Ilyen sokáig még egyetlen egy főzésünk sem tartott, de hát későn kezdtünk bele. Viszont elkészült a tarhonya elméletileg, amit én most így megpróbáljuk leszűrni. Megpróbálom nem rádönteni. Szerintem azért a fűszerekkel még játszhatunk. Mi hiányzik bele? Só, bors, őrölt kömény.
hülye. Kossol meg, szerintem lehet picit elsózt. Teljesen az ehető kategóriába sorolnám egyébként, nem, most nem magamat dicsérem ezzel. Ez 10 perc és bármelyik budapesti nyugdíjas klubban is föl tudjuk szolgálni, mert annyira nem kell rágni. Azt hiszem, hogy ezt nevezzük finiselésnek, nem? Ez kész. Ne szépítsük. Eltartott egy darabig, de jó lett. Jó, akkor viszont... Tamásra bízom a szekírozást. Hogy van? Hogy szeretnél? Bárhogy. Csak nincs késünk, tehát kés nélküli életet élünk. Tamás, tiéd az első. Jó, volt az ugorás. Uborka. Igen. A hangból ítélve az uborka kemény, mint a hús. Reméljük. Azt szarod, de mennyire? Na, jó étvágyat kívánunk. Most mindjárt meglátjuk, hogy mi lett. Nekem teljesen bejön. Nekem a só sem hiányzik. Neked jó? Nem tudom. Nem tudod? Nagyon finom, azt mondtam. Nagyon finom. Szevasz! Jó étvágyat kívánunk, és nem a kutyához ezúttal. Gyere, Dodó! Kádár Tamás az úr ott tőletek jobbra vagy balra, és Hunyadi Tamás műve az, amit láttok. Felismered, mi ez? Tarhonyával, kovászos uborkával. Jó étvágyat kívánunk! Egy alkalmatlan konyhában Hunyadi úrral összepattintottatok egy pörköltet, és gyakorlatilag az emberek nem dőlnek el, hanem eszik. Na, még várjuk a végén. Jó, persze, de a vizsla már többet evett, mint ez igaz. Nem leszel éttermes. Nem, sose terveztem. Mit kívánsz magadnak a jövő évre? Szigetet, Sandot, Voltot, ezen kívül? Hát most elsősorban ezt. Tehát, hogy most minden gondolatunk az, hogy nyugodtan meg lehessen szervezni a fesztiválokat. Egy olyan cég, mint a Sziget, kibírna még egy évet, úgyhogy nem csinálhat nyilvános rendezvényt? Szerintem ebben a formában nehezen. Tehát nem titok, elmondtam több helyen, hogy nekünk ez milliárd fölötti veszteséget okoz az, hogy nem csinálunk semmit. Azért ezt hosszú távon nem tudjuk cipelni. Abból indulunk ki, hogy jövőre lesznek fesztiváljaink. Legyen ez a végszó. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál a konyhámban. Köszi. Szia!